per i soldi, 2 per lo show, 3 per il beat di Shable Donjo. Több mint egy évszázad telt már el a két milánói óriás klub alapítása óta. Ez idő alatt pedig számtalan sikerben és kudarcban volt része mind az Internek, mind pedig a Milánnak, melyek emléke örökre fennmarad az utókor számára. A stadionban pedig akad egy hely, ahol a történelem életre kell. Az első igazi relikvia, amelyet személyre vehettünk, nem sokban kötődik az olasz labdarúgáshoz. Mégis a múzeum egyik legértékesebb darabjának számít. Ez Pelé első válogatott meze, amellyel bemutatkozott a brazil nemzeti együttesben Argentina ellen 1957-ben. Azon a meccsen be is talált, így a mez még inkább komoly jelentőséggel bír. A fotón pedig magát Pelét láthatjuk, aki éppen a Rimé kupát csókolja a világbajnoki serleg elődjét, melynek másolata ugyanúgy ott van a vitrínben. Ez egészen 1970-ig számított a VB trófeának, majd felváltotta az, amelyet ma mindenki ismer. A legendás brazil támadó erekéit magunk mögött hagyva, még inkább visszarepültünk az időben. Egészen 1899-ig, amikor is megalapították Milánó első hivatalos futballklubját, az AC Milan. Azokban az időkben olyan meghatározó klubok harcoltak egymással Itáliában, mint például a Provercelli, a csapat, amelyet ma már szinte alig ismernek, pedig 7 bajnoki címet is szerzett a 20. század elején. Aztán ott volt még a Genoa, amely a legelső labdarúgó egyesületnek számít Olaszországban. És természetesen a Milán, illetve a Juventus. Az Inter pedig egy kisebb, 10 esztendős késéssel érkezett meg közéjük. Viszont ezután a Nirazzurri sem vesztegette az időt, hiszen 2 évvel megalapítása után már is bajnoki sikert ünnepelhetett. De erről majd kicsit később. Most még maradjunk piros-fekete oldalon, ahol tovább haladva térben és időben megismerkedhettünk a Milán egyik legjelentősebb sikeredzőjével, Nereo Roccóval. De mégsem ez számít a klub aranykorának, hiszen a 80-as évek közepén új tulajdonos érkezett a Rossoneri élére, a virágzó kapcsolat pedig azóta sem ért véget. Ban egy helyi vállalkozó Silvio Berlusconi került a Milán klub elnöki székébe. Akkor vette kezdetét az a 20-25 esztendő, amely a piros-feketék sikersorozatának tekintendő, hiszen a gárda különböző nemzetközi címeket szerzett, illetve 8 kudettót is bezsebelt 86 óta. Berlusconi érkezésével 1988-ban majdnem 10 év után nyert először bajnoki címet a Milán, és szinte rögtön egy Beck győzelmet is elkönyvelhetett, miután 89-ben a barcelonai fináléban legyőzte a Steaua Bukarestet. Ezen sikerek elsősorban a csapat akkori sztárjainak köszönhetőek. Mint például a 3 holland, akit mindenki ismer. A 3-szoros aranylabdás Van Basten, az ugyancsak aranylabdás Hulit, illetve Rijkaard. A védelemben pedig ott volt Baresi, majd később Maldini. Játékosok, akik világklasszisoknak számítottak akkoriban. Most pedig gyorsan ugorjunk vissza a 20. század elejére, hiszen fekete-kék oldalon is akadnak jócskán erekék az elmúlt 106 évből. 1908 márciusában a milánói Orologio étteremben alapították meg az Internazionale Milano futballklubot. Néhány befolyásos személy a városban úgy döntött, létrehoznak egy új gárdát, amelyben az olaszokon túl a külföldi játékosoknak is lehetőségük nyílik a szereplésre. Ahogyan arról már szó volt, az Inter első bajnoki sikerére nem kellett sokat várni, hiszen 1910-ben első helyen végeztek a fekete-kékek az olasz pontvadászatban. Külön érdekesség, hogy épp ebben az esztendőben született az a korábbi klasszis, aki nem csak a két milánói óriás, hanem az egész itáliai labdarúgás meghatározó alakjának számít a mai napig.
játéka di Giuseppe Meazza. Itt láthatjuk Giuseppe Meazza külön vitrinjét, aki játszott az Interben, a Milánban, valamint a válogatottban is. Két világbajnoki címet ért el, az elsőt 1934-ben, a másodikat pedig 1938-ban. Ma úgy emlékeznek rá, mint minden idők legjobb olasz futballistájára. A 70-es, 80-as évek erekéjének végigjárását követően, hogy utunkat keretbe foglaljuk, Pelé után egy másik brazil zseni relikviáival zártuk látogatásunkat, akinek a játékára egész Itáliában szívesen emlékeznek vissza. 1998, dal Barcellona arriva il fenomeno Ronaldo. 1998-ban megérkezett Barcelonából a fenoméno Ronaldo. Az aranylabdás játékos olyan technikai tudással rendelkezett, amelyet azóta sem láttam senkitől a San Siroban. De mégis. Talán Milán oldalon Van Basten volt még ekkora klasszis, aki a brazil csodához hasonlóan korszakalkotó tudott lenni az olasz labdarúgásban. Játszhatnak tehát akármekkora zsenik a jelenlegi Milánban, illetve az Interben. Akadnak olyan nevek, amelyekre évtizedekkel, vagy akár több mint 100 esztendővel később is emlékszik majd az utókor. Hiszen legendák voltak, és mindig is lesznek Itália futballjában.